Leégett egy 9-tagú családház a Terényben. A szülők és a 7 gyerek éppen aludtak, amikor kigyulladt az épület, a szemtanúk szerint sikítva menekültek. A tűzben felrobbant egy gázpalack is, a környéken lakók attól féltek, hogy több ház is kigyullad. Ezért a szomszédok, amíg megérkeztek a tűzoltók, próbálták oltani a lángokat, de a ház így is lakhatatlan lett. Valószínűleg zárlat volt a műhelyben, az okozta a tüzet. Tűzoltók hűtik a leégett ház tetejét és falait Terényben, nehogy újra meggyulladjon. A tető teljesen leégett, a szobák pedig elázott bútorokkal, ruhákkal és a födém elszenesedett darabjaival vannak tele. A házban egy 9-tagú család lakik, sikítva menekültek a tűz elől. Egyik szomszédjuk azt mondja, úgy tudja, robbanás okozta a tüzet. Fölrobbant valami a kazon, vagy mi, nem tudom, hogy mi. Valami fölrobbant neki kaszontók. Az azon, mint kereste a long, de még aludtak. Még föl sem volt a kelve. Az égő házban felrobbant egy gázpalack, egy másikat a tűzoltóknak sikerült még időben kivinniük. A szomszédok, amikor meghallották a hatalmas durranást, azonnal kirohantak az utcára. Egy robbanást vettünk észre, oda bent, még bevontam a szobába, és gyorsan kirohantam, és akkor láttam a ház fölötti hatalmas füstöt, és láng is van, a ház fölött is ment. Attól féltek, hogy a lángok átterjednek a többi házra is, ezért amíg megérkeztek a tűzoltók, elkezdték oltani a tüzet. Nem tudtunk mit csinálni, gyorsan megfogtuk a slagot, rákötöttük a vízre, minden, és akkor az övét locsoltuk belülről, meg a szomszédét is, hogy ne terüljön át a szomszédba. A szülők és a 7 gyerek sértetlenül kimenekült a tűzből, de a ház lakhatatlan lett. Mindenki ki tudott jönni, sőt még volt, amit ki tudtak menteni, tankönyveket, iratokat, ruhákat, és most az egész falu összefog. Volt, aki ebédet hozott a családnak. Most hirtelen kenyeret meg szalonnát, hát más nem. A család órákkal a tűz után is sokkos állapotban volt, szinte mindenük oda lett. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom. Átmenetileg az önkormányzat segít nekik. Mindent megteszünk, elhelyezzük őket, megoldjuk a rövid távú problémájukat. Hogy a hosszú távú problémákkal hogy fogunk tudni megbirkózni, azt még én most magam sem tudom. Olyan hatalmas volt a tűz, hogy az utcai oszlopokról leégtek az elektromos és telefonkábelek, ezért a környéken órákig nem volt telefon sem. Valószínűleg zárlat volt a házhoz tartozó műhelyben, és az okozta a tüzet.